A Caritas Hungarica fennállásának 80. évfordulója alkalmából konferenciát szerveztek október 14-én pénteken a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának épületében. A konferenciát Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek nyitotta meg. Ünnepi köszöntőjében rámutatott arra, hogy a rászorultak segítése egyfajta különleges vonása a keresztényeknek. Van miért összeszedni az erőt, van miért igyekeznünk arra, hogy segítsünk annak, aki a legjobban rászorul. És azt hiszem, hogy ez egy különleges vonása a keresztény és a katolikus segítő szeretet szervezeteinek és tevékenységének. A konferencián Zagyva Rihárd a Caritas történetét mondta el. Soltész Miklós, a szociális, család és ifjúságügyért felelős államtitkár, a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetéről, a Katolikus Caritasról beszélt. Azok a élelmiszersegélyek, amelyek megvannak az országban és lehetőségek, azokat a karitatív tanács szervezetei egymás között a területet felosztva osztják szét az országban. Így például el lehet azt mondani, hogy a Katolikus Caritas több mint 700 településen van jelen, és ez azt jelenti, hogy körülbelül az ország negyedénbe eljut a segélyekkel, a rászorultakhoz. Écsi Gábor, a Katolikus Caritas országos igazgatója hangsúlyozta, hogy a szervezet egyszerre mozgalom és intézmény. Mozgalom, amelyben önkéntesek dolgoznak, és intézmény, amely a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezeteként a munkához szükséges kereteket adja meg. Közel 10 000 önkéntesünk van, akik a egyházmegyék, illetve a plébániák területén dolgoznak önkéntesen és segítik a ottani vezetők munkáját. Így épül fel a háló a Katolikus Caritasszal, hogy vannak a plébániai csoportok, akik tartoznak az egyházmegyéhez és az egyházmegye vezetéséhez, és az egyházmegye pedig a országos vezetéshez, a Katolikus Caritashoz. Így gyakorlatilag az egész országot le tudjuk fedni. Az ünnepi esemény szentmisével zárult, melyet Spányi Antal, a székesfehérvári megyéspüspök, a Katolikus Caritas országos lelki vezetője celebrált.